Védőnőkkel telt meg a Városháza díszterme hétfő délután. Június 13-a a védőnők napja, ezért rendeztek számukra ünnepséget. Az első képzés 1916-ban indult Heimpál kezdeményezésére. 1975-től 3 éves képzésben részesülnek a szakma iránt érdeklődők, 1989-től pedig főiskolai diplomás képzésként elérhető a védőnő szakma. 107 éves tradícióról beszéltünk, én már egy hungarikumról, és azt gondolja a város is, hogy minden évben ezen a napon az el kell tudni ismerni, és meg kell állni, és a védőnőket egy kicsit magasztalni kell, hisz ők azok, akik felelősek gyermekeinkért, gyermekeink jövőért, egészségért, és nagyon sok mindent csinálnak, végeznek így az alapellátás rendszerében. És nem szabad elfelejteni, hogy 63 főről van szó, akik ugye lehet, hogy már több százan lennének itt igazán, hogy az elmúlt 100 évet nézzük, de most, akik itt vannak, azoknak is kell látni, hogy elismeri a város, elismeri az alapellátást, és nyilván várjuk a fiatalokat is, hogy menjenek védőnőnek, és legyen utánpótlás, ez egy nagyon fontos dolog. Az elmúlt évtizedekben a védőnői feladatok folyamatosan bővültek. A 21. századi technológiának és a felgyorsult világnak köszönhetően ma már számos új kihívással kell szembenézni. Napra késznek kell lennünk abban, hogy mi az, ami most divat, és az egészségkárosító hatása, milyen hatással van rájuk ennek az ismerete. Nagyon jó szemléleti eszközöket kaptunk. Én egy dohányzó babát, egy utazó dohányzó babát mutattam be múlt héten, például a dohányzás veszélyeiről. A kormányhivataltól kaptuk például kölcsön. Tehát vannak új dolgok, amiket lehet használni, amiben lehet szemléltetni, de igazából a gyerekekkel való interaktív beszélgetés az maradt. Az ünnepségen az is elhangzott, nem elég alkalmazkodni ezekhez az elvárásokhoz, előre is kell tekinteni, és a jövő irányelveinek megfelelően fejleszteni mind a szaktudást, mind a rendelkezésre álló eszközöket. Ez, hogy alkalmazkodni tudjon, szükség van támogatásra a szakmai vezetés részéről, és szükség van támogatásra akár egy civil szervezet részéről, mint akár az a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége is, amelynek valóban a szlogenje így hangzott, hogy a jövőt fejlesztjük a mában, amely tartalmas programokat, pályázatokat tudhat maga mögött az elmúlt 3 évben, mert 3 éve alakult, és amit most örömmel szeretnék itt elmondani, hogy a védőnők napi alkalmából megjelenik egy tudományos folyóirat, amelynek az a neve, hogy Aranypajzs. A védőnők napjának célja, hogy felhívja a figyelmet a prevenciós szolgáltatásokra, melyeknek fontos szerepe van a várandós anyák mellett az iskolás korúak egészségének védelmében, egészségfejlesztő magatartásuk kialakításában is. A védőnői szolgálat nemzetközileg is elismert hungarikum.